Az előzetesen kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok közül többet is levettek a Szekszárdi Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjai a témák közül. Így nem tárgyalták például a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Ügyvezetői állására kiírt pályázatot sem. Téma volt viszont az idén a Szekszárd melletti Sötétvölgyben megrendezésre kerülő háromdimenziós íjászvilágbajnokság. Az ezzel kapcsolatos tanácskozásra a városban működő két íjászegyesület vezetőit is meghívták. Beszélése azért fontos számunkra, mert ez a közelgő esemény, ez nagyban érinti Szekszárd városát, hiszen világbajnokságot nem minden nyáron rendezünk. Azt szeretnénk tudni, hogy a íjász szövetség és a helyi íjász klub, mind a kettő, hogyan áll az előzetes szervezéssel, mi az, amiben Szekszárd város segítségükre lehet. A világbajnokság megnyitója a tervek szerint Szekszárdon lesz, ugyanúgy, mint ahogy az óriás kivetítőn követhető döntők is. A szervezők több száz versenyzőt és az őket kísérő személyzetet várják ezért a városba, ez pedig alapos felkészülést kíván a bizottság elnöke szerint. A látványos és gondolom nagyon izgalmas záróverseny, ami szintén egy nagy és színes esemény lesz, illetve a városba érkező sportvezetőknek, kísérőknek, talán a versenyzőknek is be szeretnénk mutatni a várost, és ajándékkal szeretnénk kedveskedni. A mostani tervek szerint a világbajnokságot augusztusban rendezik meg Szekszárdon és a város melletti Sötétvölgyben.